két születésnapos is érintett volt a Szolnoki Dózsa idei 9. Bajnokok Ligája mérkőzésén. Kovács István szakmai igazgató 61 gyertyát fújhatott volna el, ha tortázással készül a meccsre. A másik évfordulós Jansik Dávid volt, akinek jóval kevesebb gyertyás dolga volt szerdán. Éppen az ő szabad dobásával szereztük meg a vezetést azok után, hogy az első montenegrói gólt Bátori Bence egalizálta. Az első negyedben 6-ot lőttünk, 3-at kaptunk, minden rendben lévőnek látszott. A második negyedben viszont megfeneklettünk. Kaptunk 3 gólt zsinórban, a védekezésünket nem írtuk nagybetűkkel abban a szakaszban. Alexics azonban tett arról, hogy a nagy szünetben még nálunk legyen az előny. 7-7 után 5 métereshez jutottunk, ám Prajnovic még lövésig sem jutott, és nem azért, mert ügyetlen pólós lenne. Az egyik montenegrói játékos rúgta ki a keze alól a labdát, közvetlenül a lövés előtt. 8-7-re viszont már az ellenfél vezetett, 10-10-nél már egyenlő volt az állás, innen viszont már csak szolnoki gólokat láttunk, szám szerint 3-at. Így ha kinnal, keservel, de megvan a győzelem. Szenvedtünk. Nagyon jól kezdődött a meccs, úgy gondoltam, hogy azt végig is tudjuk tolni, sajnos nem, jöttek olyan hibák, amik korábban is jöttek, és gólokat kaptunk belőle, bízom benne, hogy most elindultunk egy folyamatban, és folyamatosan jobbak és jobbak leszünk, kevesebbet fogunk hibázni. Nagyon sok, nem tudom hány gólt kaptunk, nagyon sok gólt kaptunk megint. Tudjuk, hogy a védelem a kulcs fontosságú dolog a meccsen, és mindenki nagyon akar védekezni. Az akarat az nagyon-nagyon látszik, hogy mindenki, de most olyan nyögvenyelős, tehát a nagy akaratnak tudjuk, hogy mi a vége, és most azt érzem, hogy mindenki már annyira akar, hogy kicsit túlságosan is. Nagyon bízom benne, hogy csütörtökön, szombaton az OSC ellen egy teljesen nyugodt, higgadt és okos játékkal tudunk majd végig menetelni. A Prorecco még kedden 18-9-re legyőzte idegenben a Sabadelt, a Spandau 11-9-re nyert a Steaua ellen otthon. Az Eger 14-4-re legyőzte a pont nélküli Holland Alphent. A csoportot a Recco vezeti 24 ponttal, második az Eger 19-el. A Szolnoki Dózsa jelen állás szerint jobb gólkülönbségével előzi meg, az ugyancsak 18 pontos, ezzel a helyezéssel pedig 8-as döntő résztvevő Spandaut. A Bajnokok Ligája 10. fordulójában, március 14-én a Dózsa a Holland Alphent fogadja.